A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó. Bétót László műsora. Köszöntöm a kedves nézőt! Egy falat kenyér, egy csipetnyi szó, ez a műsorunk címe. A Remixben vagyunk változatlanul, velem szembe pedig Marcali László barátom, aki remek operatőr, bár már nem annyira aktív, viszont annál aktívabb a sportban párbajtőr, vívó, és hát egy csomó mindent csinált az elmúlt években, évtizedekben. Lacikám, örök, hogy eljöttél, szia! Szia! Kezdjük a operatőr ködésed hajnalán, amikor ugye a Magyar Televízióban kezdtél el dolgozni, remek nevekkel és remek társaságban, de hát egészen más cuccokkal, mint ami például bennünket is itt rögzít. Igen, borzasztó régen volt. 1964-ben, 16 évesen már bementem a televízióba gimnázium nyári szünetében, és kábelesként dolgoztam, ami azt jelentett, hogy óriási közvetítő kocsiknak a kábelét kellett kihúzni, amik mondjuk a Népstadionban volt egy közvetítés, és akkor le kellett tekerni egy ilyen óriási dobról, és akkor bele kellett fűzni a kamerába. Úgyhogy egyszer majdnem elmaradt az olasz-magyar válogatott meccs, mert elfelejtettem rádugni valamit. Kifúztad, de nem tudtad. Nem kihúztam, csak elfelejtettem rárögzíteni a kamerára rendesen. És akkor 18 éves koromban bekerültem a televízióba, közben párhuzamosan elvégeztem egy fényképész iskolát is, de hát akkor már a nagy szerelmem a televízió már megvolt. Kikkel dolgoztál te annak idén együtt? Színészekre gondolsz, vagy nem, kollégákra? Kollégákra. Kollégákra. Színészekre mindenkivel, mindenki bejárt. Hát a színészet az a csoda volt. A kollégákkal, kérlek szépen, megmondom neked őszintén, hogy Bíró Miki, nem tudom, nekem most azokat az operatőröket mondom, akik... Mi tanultál tulajdonképpen a szakmát, amik nem, tanították először bementem segédoperatőrnek, ez egy létrákat csináltam, tehát létrafokokat. Segédoperatőr volt, kábeles segédoperatőr kameraman, ami az már egy nagyon szép előrelépés, azt jelentette, hogy odaengedtek egy kamerához, és önállóan képes voltál képeket svenkelni, csinálni. Meg minden. Igen. És utána... fölvettek a főiskolára, azt elvégeztem, és akkor utána már, mint vezető operatőr dolgoztam. Hát illetve szerencsém volt, mert a Mack Károly és a Illés Gyuri bácsi osztályában jártam, tehát rendezést is tanultam. Ami a későbbiek során azért jól jött nagyon. Gondolom, jó néhány kalandod volt bent annak idén a televízióban. Hát magak a kamerák, hát egy 100 kilós volt egy kamera, az előbb említette, tehát igen, az nem volt könnyű mozgatni, nem volt könnyű vele dolgozni. Az egy egészen más rendszer volt, és meg tényleg csak néhány tíz év telt el, vagy még annyi sem, hogy minden egészen más azóta. Igen, szóval borzasztó érdekes szakma volt a miénk, mert Ausztriában, Németországban és Angliában levetett kamerákkal dolgoztunk. Amiket ott már kiselejteztek, azt meg tudta venni a Magyar Televízió jelentős árkedvezménye. Jóval olcsóbban, mint ha újat vettünk volna. És ezek agyon használt, szörnyű állapban levő kamerák voltak. Sose fogom elfelejteni, hogy egyszer egy színházi felvételen egy olyan kamerával dolgoztam, hogy el tudjátok képzelni, hogy kábelen működött a variója, és egy ilyen hatalmas kereket kellett tekerni ahhoz, hogy a zoomot, tehát hogy közelítsél, vagy távolítsál egy színészt. És közben balkézzel egy másik csavarral kellett csavarni az élességet. Most ez a kábel, ez időnként ugrott egyet. Úgyhogy egy színházi felvételen, szerencsére ugye felvételt csináltunk, és nappal csináltuk a színházi, esti színházi felvételt. Képzeld el, amikor egy színész közeledik fel, és egyszer csak ugrik egy marha nagyot, és persze ki a hibás ilyenkor, nem a technika, hanem az operatőr, vagy a kameraman, aki a gépen van rajta. De hát ami a legcsodálatosabb az volt, hogy az első fekete-fehér kamera, meg nem tudom, hogy pálynak hívták, vagy azt hiszem pálykamera volt, igen. Ezt Angliából úgy kaptuk, hogy a fronton dolgozott a kamera. Ez egy... Ez a második világháború? A második világháború lövészárokban volt bent. És ez úgy működött, hogy a közvetítőkocsi, ami egy páncélozott, kisablakos közvetítőkocsi volt, abban a
ott lévő technikus tudta egy kapcsolóval váltani azt a négy optikát, ami rajta volt. Nagy totált, ha sok ellenség jött, és közelít, hogyha egy ember jött, vagy Jézus meg akartak fár. Nézni valamit. Na most el tudod képzelni, hogy milyen nehéz volt ezzel tévéjátékot csinálni mondjuk. És egy időben ilyen kamerák voltak bent a Magyar Televízióban? Igen, és aztán utána ez oda került a Színház és Művészeti Főiskolára. A vitrínbe? Nem, az operatőrök dolgoztak vele, meg a rendezők. Tévéjátékot vettünk föl vele. Hol volt az áttörés, amikor már Európa szintűvé vált a Magyar Televízió? Sehol. Tehát az én időmben mindig az áttörés alatt... A levetett cuccokból az áttörés azt jelentette, hogy újra nem emlékszem, hogy újat vettünk volna, de már mondjuk közelítettünk az újhoz, tehát nem egy annyira széthasznált gépet vettünk. Csak néhány év volt a különbség. Igen, az... Igen, de például már voltak olyan történeteim, hogy volt egy Nagy József nevű operatőr, aki egy rendkívül szigorú, de nagyon... nagyon jó operatőr volt, rendkívül szigorú volt, és nagyon figyelt mindig a munkára, és akkor már egy olyan közvetítő kocsink volt, hogy egy gomnyomással kinyíltak az ajtók. Uh-huh. És egyszer az operában volt egy felvétel, és én kerestem egy felvételvezető hölgyet, és hát ez a Nagy József, ez egy ilyen rettegett vezető operatőr, vagy kollega volt, és én kameraman voltam, akkor is kerestem ezt a hölgyet, és megnyomtam ezt az automata gombot, és kizuhant a Nagy József a kezembe, mert ő meg neki támaszkodott az ajtónak. Na most elképzeled, a televízió legrettegettebb vezető operatőr, én meg még senki még, és úgy is ismerkedtem meg Nagy Józseffel, hogy rám zuhant. És akkor valahogy elkaptam, és hát nem akarom folytatni. Hát igen, a televíziónak az őskorban a közvetítő kocsiai nagyon érdekesek voltak, hatalmas, nagy és mindegyik más volt, Laci. És mindegyik más volt. Két egyforma nem volt. És azért borzasztó, mert elmentél egyik műsorból a másikba, meg kellett tanulni újra, mert ugye most már az van, hogy bal kézzel van egy élesség, és jobb kézben egy varió, tudod? És elektromosan működik az egész. Akkor meg mindegyik már, az egyik így teker, és a másik úgy, és akkor még ha azt elmondhatnám abból az időből, mikor kameraman voltam, hogy az egyik nagyon jó nevű kameraman egy tévéjátéknál beteg lett. És nem volt más, aki beugorjon, és én, mint rutintalan, bekerültem egy nagyon komoly forgatásba. Két nagyon híres magyar színész, Sinkovics és a Tolnai Klári játszott benne, és az volt a jelenet, hogy csak úgy kaptak egy állást, hogyha házaspárként jelentkeznek egy angol családhoz, házvezetőnek, illetve komornyiknak. És az első estéjük, amikor lefekszenek egy francia ágyba, a közös szobájukba, életükben nem voltak még soha együtt, de nagyon helyes szituáció volt, és ez egy, és valahogy rám került az a kamera, amely a legnehezebb munkát végzi, ez a krán, mert ugye arra volt ez a nagyon jó nevű kameraman kiosztva. Ez a krán, azért magyarázzuk meg a krán, egy a krán az a gép, ami fölemelkedik a levegőbe, kicsit el tud fárolni, hátra, igen, fölülről, lefele, alulról. Hát a levegőben mászkál gyakorlatilag. És ez még egy olyan krán volt, egy olyan gép volt, ahol a jobb lábaddal azt állítottad, hogy milyen magasságba menjél föl, a bal lábaddal el kellett mozdulni jobbra-balra, székkel együtt, bal kezednél volt az élesség, a jobb kezednél a varió, és még egy gombot meg lehetett nyomni arra, hogy a szék nélkül menjél. Tehát öt funkció. Én oda kerültem, láttam, hogy kell ilyet csinálni, láttam már másoktól, de ez valami hihetetlenül nehéz munka. És kérlek szépen, az volt a jelenet, azt találta ki a rendező, hogy Laci, menjen fölé az ágynak, ők két oldalról, a két nagyon színész leülnek, menjen fölé, és akkor így egy felső totálból, ahogy ők ilyen feszélyeztetve fölveszik a pizsamájukat, és lefekszenek az ágyba. És ez egy snitt. És én elindultam, próbán, gyönyörűen megcsináltam, föléjük álltam rajtuk, meg volt a jelenet, jó, akkor azt mondta Mihály fiú, hogy vegyük föl. És akkor kérlek szépen elindultam, gyönyörűen megcsináltam, a két neves fővárosi színész leült egymással szemben, és valamit rosszul nyomtam meg, mert a nagy jelenet kellős közepén elkezdett elmenni kifele a kamera fölülük.
De nem tudtam mit csinálni, így mentem tovább, és így próbáltam tartani, tudod? Aha. De nem, hát nincs lehetetlen, mert ment ki a seggem alól a krán, és szép lassan, aki látta a felvételt, az történt, hogy szép lassan leigazítottam az ágyról a földre. Uh-huh. Akkor kiabálás, hülye Valé. Vagy, nem akarom mondani, mit kaptam, vegyük újra. Megint megcsináltam, és éreztem, hogy megint megy ki a seggem alól a gép. És kérlek szépen, megint szép lassan lementem róla, de ez egy gyönyörű jelenet volt egyébként, tudod? És hát valami borzalmas volt. Tehát emlékszem, hogy ez nekem annak idején... Hányadszoros sikerült? Levettek oda. Oda ment egy olyan, aki már rutinos volt, és megcsinálta. Az egészet megcsinálta. Beszéljünk egy másik nagyon fontos részéről az életednek, ez a vívás. Párbajt töröztél, és hát nem akárkikkel vívtál együtt. Hát igen, a 12-13 éves koromban ugye leestem egy lóról, az öttusát akartam csinálni, leestem egy lóról a Tatterzálba, végig rángatott, és akkor elég volt az öttusából, és akkor maradt az öttusa ágából a párbajtőr. Ráadásul hát a családom az elég komoly vívóhagyományokkal rendelkezik, van egy féltestvérem, egy olimpiai bajnok vívónő, Sákovicsné Dömölki Lídia, és hát így kerültem én is a víváshoz közel. És akkor hát 14-15 éves koromban, 13 éves koromban elkezdtem csinálni. 16 éves koromban, ezt el kell, hogy mondjam, ha megengedett, ha belefér, hogy én most se vagyok egy nagy darab ember, de hát mindig egy vékonyka voltam, és nagyon hirtelen nőltem. És a Rákóczi gimnáziumban jártam, ott mindig úgy kezdődött a tornaóra, egy 40 fős fiú osztály volt, hogy ez a Barna nevű tanár, és szakfelügyelő, ez egy tornatanár volt, és azt mondta, hogy mikor már levetköztünk, és ott tornadresszbe ott álltunk sorba, és akkor azt mondta nekünk, hogy Marcali úr megmutatja, hogy kell kötélre mászni. És akkor én, aki hirtelen 14 és 18 éves korom között 50 centit nőltem, 50 centit. Az szép. Hát így nyúltam meg. Uh-huh. Akkor azt mondta nekem, hogy mutassa, és akkor én fölugrottam a kötélre, és lógtam rajta. Annyit nem voltam képes csinálni, hogy meghúzzam. És akkor 40 fiúból 39 rajtam kívül halálra röhögte magát ezen, akkor lejöttem onnan, és valaki megmutatta, hogy kell kötélre mászni. Borzasztóan bántott engem, és közben ez két éven keresztül zajlott ez a dolog, ahogy így nyúltam. És akkor azt mondja, és közben én vívtam. És közben Magyarországon, ami nagyon jó mezőny volt párbajtőrben, a világ legjobbjai voltunk, meg kartba is, közben én első osztályú vívó lettem. Az edzőm ugyan szólt, hogy nem kéne első osztályúnak lennem, de megnyertem két másodosztályú versenyt, és automatikusan első osztályú lettem, ami óriási dolog volt. Abból a szempontból viszont nem, hogy kevesebb első osztályú verseny van, mint másodosztályú, és egy fiatalnak az jobb, hogyha többet verseny. De mindegy. És kérlek szépen, megint harmadik gimnázium, Barna tanár úr bejelentett, hogy na Marcali úr megmutatja, egész nyáron nem találkoztunk, hogy hogyan kell kötélre mászni, és fölugrottam és lógtam rajta. Megint bocsánat, nagyon nagy röhögés volt, és onnan végtem. És közben nemzeti sportban, névsportban megjelent egy cikk rólam, eléggé meglepő módon egy fiatal 16 éves vívó első osztályú lett, ami akkoriban egy nagy szenzáció volt. Óriási párbajtőr mezőny. Kulcsár, Memere, Fenyves és Schmidt, hát nem kell mondanom, Erdőség, Bén, Osztrics, igen, nagyon kemény mezőny volt. Elolvasta a tornatanárod? És a tornatanárom egyszer csak odahívott engem, amikor egy tornaóra vége volt, oda mentem hozzá, gondoltam, megint le fog tolni engem, és azt mondja, hogy Marcali úr, magának ez egy névrokona, ez a fiatal ember, aki mondom, nem tanár úr, kérem, az én vagyok. És erre, hát én tanárt még nem láttam ennyire zavarba jönni. Elsápadt. Elpirult. Kopasz ember volt, és vörös lett. És azt mondja, Jézus Mária, és én magát küldöm föl a kötélre. Első osztályú párbajt, mondom, igen, tanár úr. Hát azt mondja, bocsánatot kérek, ne haragudjon. Nagy dolog ám ez. Nagy dolog. Bizony. Nagy dolog ez. És akkor azt mondta nekem, hogy és akkor Marcali úr, megkérhetném arra, nekem van itt egy kis vívóiskolám lenne alsó szinten a szertár mellett, heti háromszor vívást oktatok. Lejönne és megnézné, hogy
Jól csinálom el? Igen, és én lementem, és teljesen amatőr volt. Hát ugye én nagyon nagy edzőkkel dolgoztam, Szörcs Bercivel, Gerevics Ali bácsival, tehát én ilyen csoda emberekkel dolgoztam, és tanultam tőlük, hát láttam, hogy... És ő meg teljesen amatőr volt, és akkor ültem ott, és ilyeneket csináltam. És ő tudta hozzám, hogy nagyon rossz, mondom, nagyon. Visszakapta az összes kötélmászás, visszakapta, de megkért rá, hogy jöjjek, és magyarázzam neki, képzeld. Nézd, ez egy borzasztó nagy dolog, és az is, hogy elnézést kérted, ez nagyon-nagyon-nagyon. Tényleg, ezt becsülöm benne, hogy... Tehát nagyon sok versenyen voltál, nagyon sok helyezésed volt, nagyon sokat nyertél. Tehát most is újabban ismételten nyersz. Igen, hát ennek az a története, hogy 1900, tehát inkább mondom, hogy évben, 34 éves koromig vívtam, az nagyon sok. Az hogy de? Nagyon sok, és közben, mint tudod, második szerelmem, vagy akkor már az első szerelmem a tenisz. És akkor, mint újságíró teniszező, abba hagytam a vívást, és az újság, mint újságíró teniszező, jártad a világot 30 éven keresztül, igen, jár. Ami talán emlékszel rá, hogy olyan volt, hogy egyszer csak az osztrák, a német, a cseh teniszezők, újságírók leszerződtettek profi újságírók. Profi teniszezőket ezeket... újságírónak. Kaptak egy kamu igazolvány, oda mentél, és én így voltam tagja a magyar bridge válogatottnak. Megbeszélték, hogy az asztalhoz nem mehetek, csak a teniszpályára. Igen. És akkor oda mentél teniszezni, én tudod, én nem voltam soha egy jó teniszező, de nagyon szívós voltam, visszaütöttem mindent, gyors voltam. Ezek hülyére vertek, hát a szervájukat nem tudtam visszaadni, és ott álltam ott, tudod? És akkor azt mondtam magamban ezelőtt 4 évvel, hogy akkor irány ismét megint a megvertek, de jött egy olyan versenyző, aki profi osztrák körversenyeket nyert, hát gondold végig. Hogyne. És akkor azt mondtam, hogy hoppá. Mit tudok én csinálni? Vívni. Mit tanultam én 20 éven keresztül? Vívni. Milyen sikereid voltak most, mint szenyor? Mint párbajtő? Igen. Kérlek szépen. Az utóbbi 2013. novemberben jöttem vissza. 2014 nyarán Európa-bajnokságot nyertünk csapatban. Ami nagyon nagy dolog. Nagyon, még talán egyszer sem nyertünk Európa-bajnokságot. Ott nem én voltam a húzó ember, de olyanokkal voltam együtt, mint a Papp Jenci, meg a Erdős Gábor. Tehát tényleg azt mondom neked, hogy ott csak a kiegészítő ember voltam. Viszont az elmúlt 2-3 év során, plusz 60 évben, sajnos most már a végén vagyok csak, a plusz 60-as korosztályban ranglistát vezettek, vagy első, vagy második helyen vagyok. Tehát imádom. És mennyit edzel mostanság? Kétszer vívok. Kétszer vívsz, és kétszer teniszezel. Meg megyek le futni néha. De még csak annyit hadd tegyek hozzá, hogy vissza... láttam egy műsort a Gálvölgyi Jánossal. És a Gálvölgyi Jánosnak oda tettek az ATV-n egy életfát maga elé, és azt mondta neki a riporter, hogy húzza meg János, hogy hol tart most az életében. És a János lehúzta az aljára. És a nagy csönd volt, és ez komoly? Igen, ez komoly, mondta a Gálvölgyi. És amikor én visszatértem a víváshoz, ez engem nagyon bántott most, amikor most láttam egy hete, amikor visszatértem a víváshoz, akkor én úgy éreztem, hogy újra előttem van egy távlat. Az életvádat, te meg visszafelé. Igen, nagyon visszatoltam, ugye, és úgy érzem, hogy várok arra, hogy plusz 70, ott persze, mi lesz. Ez egy nagyon fontos dolog, az embernek vannak céljai, és főleg egy olyan dologban, amit szeret és tud, az egy nagyon klassz dolog. De hogy kerültél te a parlamentbe? Na hát az egy... Jó, nem úgy nyilván, hogy bementél turistaként, hanem ott dolgoztál, igen. És hát gyakorlatilag az összes tévé közvetítésnek a felügyelője voltál, igen. Politikusokkal ismerettségben voltál, tudod rangsorolni, hogy ki a jó, ki a rossz, ki a szimpatikus, ki a nem szimpatikus, ez mind megvan a fejedben. Na most ezt én nem kérdezem, de ez, hogy kerültél oda, és effektíve mi a feladata egy operatőrnek a parlamentben? Igen. Először is az történt, hogy megszűntek a tévéjátékok, megszűntek a nívós munkák a televízióban. Hát persze, hogy számtalan tévéjátékot csináltál, volt, amiben szerepeltél is egyben, igen, az Erődben, ha jól emlékszem. Igen, az film volt. Az film volt, az film volt, igen. Az Cinetár rendezte, az egy játékfilm igen, volt. Igen, igen, igen. De szerepeltem én a szeszélyes évszakban, amit 20 évig csináltam, vagy 15 évig, abban szerepeltem nagyon sokszor a Gálvölgyivel, a Tahitót Lacival, egy hülyéskedésekkel. De
De a parlamenttel az történt, hogy megszűntek a nívós televíziós munkák, külsős lettem, majd a külsős munkáim is megszűntek, és egyre inkább éreztem, hogy ez nekem kevés. És akkor indult a televízió, a parlamentnek a televíziós stúdiója. És akkor én ezt megpályáztam. Ugye az volt a médiatörvény, azt hozta ki, hogy a magyar hogy nem a televíziók csinálják a parlamenti közvetítés, hanem a televízió költözön be egy televíziós stáb, vagy csináljanak egy önálló televíziós stúdiót a parlamentbe, és akkor úgy dolgok. Nagyon szép stúdió, voltam benne. Igen, egy nagyon modern, kaptunk egy 600 millió stúdiót a Göncz Árpádnak a gépkocsi tárolójának a helyére. De hát gyönyörű, tényleg a legmodernebb rendszerrel. Átmentél a televízióba, ahol még egy számítógép is alig működött, átmentél egy olyan helyre, ahol minden kompjúteren keresztül működött, hát elég nehéz volt megtanulni. És hát itt ez nem... Hány évig csináltad? Ez 1997-től 2010-ig, tehát 13 és fél évig. És hát közben én ugye tisztviselő lettem. Ugye, mert ugye az egyetemi végzettségek meg a korod miatt ilyen nagyon jól hangzó vezető főtanácsosi beosztásom volt. Igen, nagyon jól hangzik, tényleg. Ami nagyon jól hangzik, és azért a katonák ott tisztelektek. És az olyan, ez jó eső érzés egy volt. Egy ilyen kirúgott televíziósnak ez egy nagyon klassz dolog volt, tudod? De nem csak a televíziós munkát csináltuk, hanem az egész úgy hívtak minket, hogy telekommunikációs főosztály, tehát az összes képviselői ellátmány, munka, telefon, televíziók, minden hozzánk tartozott. Borzasztó érdekes életpályád van, és ilyenkor az emberre mindig felmerül a kérdés, hogy ez három fő vonalon ment végig gyakorlatilag. Igen. És ha most előről kezdenél mindent, egyrészt szeretnéd előről kezdeni, másodszor pedig ugyanúgy csinálnád, mint ahogy eddig csináltad? Akkor hadd térjek vissza a vívásra. Most röviden. Röviden. Főiskola második évében. Azt tudnod kell, hogy a színészeket mindig a második év végén pakolják ki. Tehát behívják őket, és azt mondják, hogy nagyon kedves vagy, de kevés ahhoz, hogy leállomvizsgálsz itt a Színházi Filmészetén. Ugyanúgy a rendező operatőr osztályban is behívtak engem a második év végén. De várjál, te nem a kérdésemre válaszolsz. De igen. Na, akkor jó. De igen. Rögtön rátérek. És azt mondta nekem az Illés Gyuri bácsi és a Mag Károly, hogy, és ott volt az összes, a Horváth Ádám, ott volt a Fábri Zoltán, tehát óriási nevek ott leültek velem, na mondom, ki vagyok rúgva. És akkor azt mondták nekem, Laci, döntsd el, hogy televíziós akarsz lenni, vagy vívó, élsportoló. Én akkor válogatott keret voltam, ezekkel a nagy vívókkal, akiket felsoroltam. És akkor azt mondtam nekik, hogy ha nem televíziós szeretnék lenni, és nem ezt az életet szeretném csinálni, akkor nem járnék ide a főiskolára. Ezek után elengedtek, vettem egy nagy levegőt, és nagyon jó volt. És utána az Illés Gyuri bácsi kijött hozzám, és azt mondta, Laci, ide figyelj, amikor te elrohansz délután edzésekre, akkor az összes osztálytársad bemegy a Badacsonyi borozóba, és megbeszélik, hogy milyen filmeket és mit kéne csinálni, és ki mit segítsen a másiknak. És hogyha te edzésekre rohangálsz, és nem vagy ott, nem kell innod, csak nem vagy ott, akkor nem leszel benne a stábokba, később nem fognak vele dolgozni. Ez válasz arra, amit most te mondtál, hogy akkor én eldöntöttem, hogy operatőr vagy, hogy rendező, de valamiképpen a televízió felé fogok. Amiről nem beszéltünk, és már nem is tudunk, mert nagyon elment az időnk, Éváról, Baj Éva, nagyon híres és népszerű televízióban mondó. 34 éve vagyunk. 34 éve vagytok házasok, gyermetek, a Luigi, akit minden héten lehet látni a hatos lottó sorsoláson. Igen, igen. Szóval sok mindenről nem beszéltünk, de hát, ahogy mondani szoktunk, előttünk az élet, úgyhogy ezt majd még egyszer talán folytatjuk. Kicsit sokat beszéltem el. Ismerlek jól, már elég régóta, tudom. Köszönöm. De nem vágtam a szavadban, mert sztoriban voltál végig. Igen. Köszönöm, Laci, szépen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen. Önnek pedig köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra. Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó. Bétót László műsorát látták.